Mint Nagy Imrét, az FHL Björn Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját, és Kadlok Nándort, a Metalpro Hungary Kft. Ügyvezető igazgatóját. Most felkérem Nagy Imre ügyvezető igazgató urat, hogy az FHL Björn szempontjából értékelje a fejlesztést, mutassa be annak főbb állomásait. Az FHL Björn Hungary Kft.-t 1996-ban alapították, és fő tevékenysége a csőradiátorok gyártása volt. Ma itt az északi-ipar területen két új ipari üzemet avattunk, az FHL Björn Hungária és a Metalpro cégek települtek a városba, választották a várost. Hát gyakorlatilag ők már augusztus óta működnek, az ünnepélyes gyáravatásra most került sor. 2011-ben jutottunk el először oda, hogy az Audi csoport, cégcsoport közvetlen beszállítói lehettünk. De azt gondolom, hogy itt van az alkalom arra, hogy megköszönjük a Tamás önkormányzatnak azt a segítséget, amit a tervezés, már a kiválasztás, az építkezés folyamán nyújtottak, illetve azt a segítséget, amit a jelenlegi működésünknél mondjuk a munkaerőpiaci helyzetben segítenek megoldani. A két cég 200 új munkahelyet jelent a városnak, és itt a gyáravaton és a sajtótájékoztatón is, hála Istennek, büszkén mondhatom, hogy sok dicséretet kapott a városvezetés, hogy milyen befektetőbarát módon viszonyult a két cégnek az ide településében, milyen fontos szerepet játszott. Kihelyezett átképzési tanfolyamok, duális képzés, iparfejlesztés, együttműködés, tehát ezeket a dolgokat fogjuk ismertetni, azért van itt a kollégáim közül. Öt kollega, ők alapvetően térségfejlesztéssel, képzéssel, iskola, munkahelyteremtés, tehát ilyenekkel foglalkoznak, tehát ők is majd bekapcsolódnak a konzultációba, és akkor hát tudunk hasznos információkat adni a vállalkozóknak. Akkor vagy folyadékot, vagy valamilyen gázt, vagy elegyet kell szállítani az egyik helyről a másikra. Ma jelenleg kizárólag az FHL Björnnek dolgozunk, az a kapacitás, amit itt lehet látni, ez jelenleg teljesen le van kötve. Ezt tesszük három különböző fő termékkörrel, hagyományosan szénacéllal, vagy nemes acéllal, illetve a legújabb tendencia az alumínium, mint könnyű alapanyag. Mire nehéz megtalálni a megfelelő munkaerőt? Most nagyon. De ez azt gondolom, hogy mindenhol az ország, mint Budapesten a másik, a szolgáltató cégünkben ugyanúgy nehezen találunk jó munkaerőt, mint itt. Egész egyszerűen másfajta munkaerőt keresünk, mások a problémák, mással szembesülünk, mások az igényei a munkatársaknak. Köszönjük szépen igazgató részletes bemutatóját. Most pedig felkérem Kadlok Nándor ügyvezető igazgató urat, hogy a Metalpro oldaláról is értékelje a projekt jelentőségét. Mi egy sokkal kisebb cégről tudunk beszámolni, mint az Imre, de szép fejlődési perspektívát mutatnak nekünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból lehet tőlük tanulni. Ahogy megkötöttük a szerződést, illetve a szerződés megkötés előtt elkezdtük az üzleti és technológiai tervezést, elkezdtük a helyszínt kutatni. Így jutottunk Tamásiba, több települést is megvizsgálva, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg sok kivételes, lehetséges helyszínen jártunk, de ilyen befektetőbarát vagy beruházásbarát önkormányzattal nem találkoztunk, és higgyék el, hogy nem kicsi volt a különbség. A beruházás meghatározó a gyáraknak helyet adó település életében is. Most kérem Porga Ferenc polgármester urat, hogy beszéljen arról, hogy miért fontos Tamásinak ez a fejlesztés. Több mint 10 évvel ezelőtt kelt kormányrendelet, Tamás itt a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé sorolta. Elsősorban azért, mert a város ipara, a munkahelyet adó vállalkozások száma a rendszerváltozás utáni időszakban országos szinten a legrosszabb mutatókkal rendelkezett. Én azt gondolom, hogy ez ma, 2018-ban Tamásira vonatkoztatva már nem igaz. Talán mondhatom, hogy a siker közös munka eredménye a beruházó vállalkozások és a város közös sikere. Kérem Süli János miniszter urat, hogy kormányzati szempontból szóljon a projektek fontosságáról.
Mi mindenféleképpen azt gondoljuk, hogy a régiót, tehát a három megyét és egyformát kellene kihasználni azokat az adottságokat, amit a régió nem tudott kihasználni. Ebben azért Tamásinak látjuk a szerepét, hogy egy kiemelkedő szerepe van, hisz ha térségbe szétnézünk, akkor a legjobb lehetőségeket biztosította arra, hogy itt jelentős ipar települjön ide. Az a szempontunk, hogy mindegy milyen üzemeket, de a környékbe minél több üzemet hozzunk a következő 10 évben. És a bérek még nem is nyugati szintűek, elmondhatjuk, hogy azok is folyamatosan emelkednek. Ebben a folyamatban jelentős szerepe van annak a két cégnek, az FH Björn Hungary-nak és a Metalparó cégnek, akiknek ma az üzemcsarnokait avatjuk. Uraim, köszönjük szépen, most pedig újra mozgó szerint meg minden szép és tiszta, addig nagyon jól működik a dolog. Nagy csőkönsőre mindig deszilálja magát, tehát mindig tiszta lesz a csőkönsőre. Épp itt erre a motor és minden délután akkor tulajdonképpen a vállalkozóknak ugyanezekről fogunk beszélni. Információ, hogy amennyiben érdeklődés van rá, hogy a Metalparó gyárában egy állátogatásra van lehetőség, illetve engedjék meg, hogy megépítálja önöket egy állátogatásra. Ez egy ilyen feláras dolog, meg minden az, hogy lapos tető legyen nagyjából. Meg úgyhogy nem is állzik, tehát ez a minimális lehetés viszont. Ott is vagy bőgött. És akkor ez hosszabb. Ez annyi, hogy hosszabb, igen, igen. Ez annyival hosszabb. Mert nem is gondoljuk azt, hogy ez bérszínvonal a kérdése. Azok a automatizálási lehetőségek, amik még előttünk állnak, az az informatizálási lehetőség a termelésirányításba, ezek mind-mind tudnak annyi hatékonyságot javítani a termelésben, amit oda tudunk adni a munkatársaknak, a bérszínvonaluknak az emelésére. Köszönjük, hogy Tamásit választották, nem csak azért, mert adóforintjaikkal a város költségvetését gyarapítják, hanem azért is, mert én azt írtam, hogy több tucat, de valójában már közel 200 családnak adnak munkát a városban és a város környékén. Én azt gondolom, hogy aki ma nálunk szeretne dolgozni, az nem gondolom, hogy a bérszínvonal eltérése okán választja inkább a székesfehérvári ingázást.